Július elején apránként kezdték meg az intézmény felújítását, hogy azt vonzóbbá és barátságosabbá tegyék. Úgy tűnik, az ott dolgozók elérték céljukat. Faragó Miklósné szerint elképesztő a változás. Gyönyörű lett, most minden nagyon szép mindenfelé, minden tiszta minden. És nagyon örülök neki egyébként. Az intézmény a Heves megyei önkormányzat pénzügyi gondnokának előzetes jóváhagyásával vásárolta meg az anyagokat. Mesteremberekre pedig nem kellett költeniük. Horváth Gabriella, az otthon vezetője elmondta, hatalmas összefogással újult meg az épület, valamennyi ott dolgozó részt vett a munkálatokban. A külső munkálatokat reméljük be tudjuk fejezni ebben a hónapban, a belsőt pedig november elejével kezdi a szakmunkás képző tanulói, ők fognak kifesteni. Több lakó is részt vett például a festésben, tehát az aktívabb lakóink, ők örültek neki, akik pedig bent vannak és nem tudnak kijönni, azok pedig kifejezetten kérték, hogy legyenek kihozva az udvarra, hogy nézzék meg, hogy mik történtek, és örömmel fogadták. A belső festéshez szükséges anyagköltséget az intézmény alapítványa finanszírozza majd.